Először hadd mondjam el, hogy egész más ugye színpadon elmenni, bepróbáltuk ezt az ötletadásokat, nem tudom, lehet-e látni, hogy mindenki próbált. Egész más üres falaknak és oszlopoknak beszélni, mint érző embereknek. Megy az idő. A palam. Pala mindenki ismeri, nem baj, ha megy az idő. De mi benne a fantasztikus, mindenkinek ikonikus kapuljuk, hogy miért ez jut eszébe mindenkinek, amikor kapulról beszélünk. Csak arra gondoltam, hogy még megvilágítani, hogy miért volt Jenny Janáki, hogy hol vezet a kapu? Egy parkba, amiből egy park nyílik. Tehát csináljunk egy olyan ikonikus kapuépítményt, ami parkból parkba vezet. És mi volt a mi feladatunk? Hát egy fürdő. Ugye jelenleg csak kinti fürdő volt eddig, és az épületben magában csak öltözők voltak, és a feladatunk az volt, hogy rakjunk egy fürdőépületet téli, nyári üzemmel a palába, hogy mindig lehessen használni most is. Milyen ilyen feladatnak a nehézsége? Hát a műemlék, ezek a béklyók, amik a szabad építésznek a kezét megkötik. Így volt 1938-ban 25x25-ös pillér bauxitbetonnal. Mi a baj a bauxitbetonnal? Hát a vizet kap, akkor az tönkre megy. Mit csináltak vele az elmúlt időben? Már hát a Margit-szigeten alulról is jön a víz, meg fölülről is. Megköpönyezik a statikusok, vastagszik a pillér. Következő állapot, amikor jönnek az épszerkesek is, ugye, és a víztől védjük meg, vízszigetelés. De a vízszigetelést is védjük meg, így még vastagabb lesz ez a pillér, mire jönnek a műemlékvédők, hogy az egészet védjük meg. De hát miért védjük meg? Hát azért a szegény kis belső 25x25-ös bauxitbeton pillérért. És ekkor gondolkoztuk meg, hogy most mi kit is védjük? A bauxitbetont vagy a Janákit? Hát mi arra gondoltuk, hogy inkább védjük már Janákit, és legyen a pillér 25x25-ös, de beton. A következő kép ez igazából már a médiának szól, hogy mennyire fontos a sajtó. Mert hogy honnan tudjuk, hogy ez a ház hogy nézett ki korábban? Hát a tér és formából. Ez volt akkor a szaksajtó. Mindenki ezt bújta, ebben voltak a külföldiek, a magyarok, a leírások, egyáltalán, hogy milyen volt egy épület. Mert nem olyan volt az épület egyébként, mint amit mi Palának ismerünk a háború után. Mert amit mi Palának ismerünk, az a baloldali. Az egy sárga ház volt, zöld acélhajtókkal. Az eredeti Pala, meg másik képen látható. És mi kell egy ilyen munkához? 52 építész, szakágyi tervező, restaurátor. És egyedül állok a színpadon, és azért elkezdem sorolni 52 építész, hogy Törös Ágnes, Domos Bence, Pólus Károly, de abban hagyom, mert hogy azért elég sok idő lenne, de 52 embernek a munkája 604 napig. És mi a végeredmény? Hát valahol a vízben lebegés élménye. Egyébként ez az egy kép, ami egy kicsit kilóg a sorból, az összes képet Bunyovszky Tamás csinálta. Ez az egy, akivel még Erikával beszéltünk, még a nyáron valamikor, hogy csináljunk olyan képeket is, amik nem csak a házról szólnak, hanem ezekről azokról az érzésekről, amit a házban valaki átélhet. És ez az a kép, amiben Erikára szeretnénk emlékezni. Aztán vissza az épületben megint egy kis építészet, ez egy strukturalista ház, hogy miért voltunk olyan bátrak, hogy mertünk belerakni, mert a struktúra azt jelenti, hogy van egy szerkezete az épületnek, egy pillérasztál, és abban mindig berakhatjuk azt a funkciót, ami éppen ott van. Tehát, hogy öltöző, vagy pedig fürdő, szaunák, bármit be tud fogadni egy ilyen funkcionista épület. De hogyha kimegyünk, akkor megint előjön a térésforma, megint előjön Janáki, tehát az épület az vissza lett alakítva, mindenki látja, most olyannál, mint az eredeti képeken volt, az eredetiek, lesz ebben róla szinte, visszarakolt a könnyedség, a főhomlokzat, annyi a különbség, hogy a főhomlokzat mögött most nem öltözők vannak, hanem egy fürdő, egy téli, nyári, üzemi fürdő. A Pala bejárata, jobbra a nyári öltözőhelységek, szembe a strand, balra pedig a téli fürdő, aki mindenkit vár. Köszönöm.